Friedrich Gábor épp kedvenc sportjának hódol a horgászatnak. A 12 éves fiúnak az édesapja adott a kezébe először botot, amikor 5 éves volt, és akkor még nem sejtették, hogy Gábornak ez nem csak egyszerű szabadidős tevékenység lesz, hanem egy szenvedély is, amit annyira elhivatottan csinál, hogy világversenyeken is megméretteti magát. Először még csak spitzbotoztam kis halakra, aztán 2018-2019 körül elkezdtem versenyszerűen is horgászni nagyobb botokkal, versenybotokkal is. Élvezett mondjuk kivárni a kapást, vagy amikor jön hal, hogy jöjjön valami nagyobb is, meg sok. Élvezetes őket fárasztani. A fiatal sportoló egy Bács-Kiskun megyei horgászegyesületnél tag, az ottani edző biztatta arra, hogy tegye próbára magát versenyeken is. Minél több halat fogjak ugye súlyra, hogy például azt gyakoroljuk, hogy például kell fogni 10 kg kárászt, és akkor fogjunk bele egy-két pontyot is, hogy mi fogjuk a legtöbb halat, és akkor hogy például mikor kell várni másfél-két óránál pontra, és ilyeneket. Általában rakós bottal szoktunk horgászni, az egy nagyon finom lágy bot. Meg lehet fogni a kis halat is vele, meg a nagy halakat is. Nyáron egy-két hetente van, szokott Miskén sok lenni, akkor az országos az mindig máshol van, a VB is az mindig augusztusban van általában. De szoktunk menni például Miske körül van Dusnok, Bátya, Akasztó, ilyenekre is szoktunk menni. A magyar bajnokságon az első három fordulóban lettem második, összesítésben az 1-6 fordulóban hatodik, vagy negyedik. A világbajnokságon egyéniben tizedik lettem, csapatban hatodik. Gábor nem csak a horgászatban remekel, 2015 óta cselgáncsozik is, ezt a sportot szintén édesapja szeretette meg vele, ugyanis az idősebb Gábor maga is élsportoló, olimpiai válogatott cselgáncsozó volt. A kitartás és a küzdeni akarás náluk családi hagyomány. Én nem mondom mai nap is azt, hogy kisfiam, mindig judozzál, az legyél. Én azt mondom, hogy sportolj mindig valamit, és amit szeretsz, szívből jön neked. Nincsen követelményem, nem hozom föl soha neki az én eredményemet, hogy nézd meg, apád ilyen volt, én ezt értem el, ezt soha nem mondom neki, hanem ami neki jön szívből. Mindig csak arra kérem, hogy amit csinál, a szívből csinálja. És én azt gondolom, hogy semmilyenféle unszolást nem mondok neki, és most már, ha bár mondtam neki, hogy kéne dönteni valamilyen szinten, mert tényleg, hogy a zene, a horgászat, a cselgáncs, minden együtt. Hát még egyre megoldható, azt gondolom, ebbe a korba, de szerintem egy 3-4 év múlva muszáj választania, döntenie, hogy vagy valamelyik sportág mellett tegye le a voksát, amit 100%-osan fog csinálni. A horgászatban Kis Béla, miskei lakos, vagyis a miskei önkormányzatnak rengeteget köszönhetünk, mert támogatják a gyereket. Tényleg a sport az istene, az élete a Béla bácsinak, ugye a horgászatból az edzője. Minden versenyre ő kíséri el. Gábor fiatalkora ellenére maximálisan helytáll, mind a judóban, mind a horgászatban, de a zenei és az iskolai tanulmányait is teljes odaadással végzi. Azt mondja, nem tudja még merre viszi az útja, de egy biztos, horgászboltja mindenképpen lesz.